Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket, és mindenkit köszöntök a Szolnok Televízió Facebook oldalán is. Hétfő este 19:30, ez pedig, mint tudják jól, a Szolhat ideje. Hozzászólhatnak önök is a műsorhoz, hogyha az interneten, a Facebook oldalon követnek minket. Most is egy izgalmas és nagyon aktuális témával készültem, de hogy kivel fogunk erről beszélni, az most a bejátszásból kiderül. A Ferencváros bejutott a Bajnokok Ligája csoportkörébe, ahol pontot is szerzett, a magyar labdarúgó válogatott pedig kijutott az Európa-bajnokságra. Mindez másfél hónapon belül, de hosszú távú munka eredményeként. Erről is beszélgetek mai vendégemmel, aki játékosként a legfelsőbb osztályban futballozott évekig, és a Nemzeti 11-ben is pályára lépett. Trénerként 2010 és 2013 között szövetségi edzőként is dolgozott, egy meccsen pedig a válogatott megbízott szövetségi kapitány is volt, amelyen Andorrát győztük le 2-0-ra. Jelenleg nevelő egyesületének, a Szolnoki MÁV FC-nek a vezetőedzője. Beszélgető társam Csábi József. És itt is van velem a magyar válogatott korábbi szövetségi edzője és szövetségi kapitánya is, Csábi József, akit köszöntök a vonal túlsó végén. Szervusz! Szervusz, Dávid, köszönöm a kedves nézőt. No hát, ugye azt mondtam, hogy aktualitásokról beszélgetünk, és hát aktualitása nagyon is van a mai műsornak, hogyha a labdarúgás kerül szóba, ugyanis a magyar labdarúgó válogatott a 2016-os EB szereplés után ismételten ott lesz a kontinens viadalon, ráadásul két mérkőzését egészen biztosan hazai pályán fogja játszani. Nem volt ez egyszerű dolog, ugyanis az Izlandot a 92. percbe fektettük Kétvárra, de ott vagyunk, hál' Istennek. Hogy láttad te ezt a mérkőzést? Hogyan nézted? Mik azok, amik lejátszódtak benned ez alatt a Magyarország-Izland meccs alatt? Hát az az igazság, hogy egy nagyon érdekes, emocionális vihar játszódott le bennem még a mérkőzés folyamán, ami nem igazán az első fél időben csődött ki, mert az egy picit ilyen kényelmesebb volt. De természetesen azért nagy volt a tét, tehát ez a mindent eldöntő mérkőzés volt, egy mérkőzésben dől el. Gondoljunk csak bele, a hazai rendezési Európa-bajnokság micsoda nagy lehetőség és micsoda nagy katarzist jelenthet egy magyar labdarúgó válogatottnak, és ez azért természetesen téttel bírt. De a második fél időben egyértelműen a felétől azt éreztem, hogy itt valami fog történni, és fokozatosan az izlandiak fölé nőttünk, és hát a megérzéseim nem csaltak, mert az egyenlítő gól után már tudtam azt, hogy meg fogjuk nyerni a mérkőzést, akkor még talán úgy volt, hogy lehet, hogy a hosszabbításba, de aztán jött a Szoboszlai, és hát bedugta a válogatottat a jövő évi Európa-bajnokságra. Nagyon érdekes, és ahogy az előbb említettem, ez az emocionális, ez az utolsó pillanatban katarzisát, és szerintem nem csak nekem, hanem sok más szurkolónak, mert az Európa-bajnokságra kijutni 4 éve már tudtuk, hogy egy nagyon nagy dolog, de azért az, hogy itthon hazudó a válogatott mérkőzés játszani egy csodálatos kell, ezért még jobban elég az értékét, én azt hiszem. Hát és mekkora katarzis lett volna, hogyha mondjuk, ha nem is teltház, de mondjuk, ahogy meg volt szabva, minden harmadik széken lehetett volna egy néző, egy szurkoló, és hát lehet, hogy akkor egyébként a meccs is máshogy alakul, de hát sajnos ezen már kár vitatkozni, azért óriási dolog volt, és hát én hallottam egy-két ismerőstől is, hogy hát otthon azért ezt megünnepelték. Hát reméljük az egészségügyi szabályok és előírások alapján és szerint. Valóban. Én azt mondtam, hogy egy picit talán nekünk jól is jött ez a pandémia időszakban, és a bolgárokkal lévő előselejtező, az nem most lett volna a tavasszal. Talán egy picit ez az ősz jót tett a csapatnak, még jobban összekovácsolódott, még jobban egységessé vált.
mert ugye előtte tudjuk, hogy azért nem teljesen úgy sikerült, gondoljunk bele az Európa-bajnok selejtező csoportban, a negyedikek tudtunk csak lenni, tehát ott azért nem tűnt úgy, hogy ebből még Budapesti Európa-bajnokság, de aztán a Nemzetek Ligának ez a hát számomra sem teljesen tiszta, nem tudom, hogy meg mint vannak ezek a lehetőségben valami szintén, ez egy picit ennek még jobban utána kell majd nézni, vagy kellett volna. De hát megadódott ez a lehetőség, ez a két pótselejtezés, és így viszont azt gondolom, hogy még nézők nélkül is hatalmas érzés volt és élmény volt. Természetesen, ha ott lehettünk volna, mert nekem is meg volt rá jegyem, akkor még jobb lehetett volna. Ugye korábban Egervári Sándorral együtt dolgoztatok a válogatottnál, ő mint szövetségi kapitány, te mint a segítője. Aztán Egervári Sándor távozása után egy mérkőzés erejéig vezetted is ezt a válogatottat, azt a mérkőzést meg is nyertük Andorra ellen 2-0-ra. Tudom, hogy ezt nagyon nehéz átadni, de milyen érzés, amikor a magyar címert képviselheted és a magyar címert viselheted így edzőként, mert játékosként is volt rá példa. Hát nagyon jó a kérdés, és köszönöm is, mert ezt már többen föltették nekem, csak nem ilyen aspektusban. Én erre nagyon-nagyon büszke vagyok, mert tőlem tudja elvenni, és a almanakba bekerül a nevem, mint 100%-a szövetségkapitány. Ezen esetleg maximum csak rontani lehet, ha az élet úgy hozza, még egyszer kapitány lehetnék. Viszont hát ennek volt egy előzménye, ugye a hollandiai sikerült mérkőzés után a öltözőben, hogy az Egerváni Sándor lemondott, mint ahogy szerintem ezt egy nem csak úrnak, hanem egy szakembernek tenni egy ilyen mérkőzés után, és ott azonnal született az MLS-hez, hogy aki Andorra elleni mérkőzésre készítem fel a csapatot, ez kimondottan egyébként azért volt érdekes, mert az még tételbíró mérkőzés volt, tehát az Andorra, még mindig volt esélyünk akkor arra, hogy ha az Andorrát megverjük 3 góllal, kicsit sok volt a hade, de majdnem bejött egyébként, ha a törökök kikapnak otthon a hollandoktól, és volt még egy, azt hiszem, hogy a románok megverik az észteket, vagy a XL-nek az észtekkel, akkor vagyunk a másodikok, és akkor pótselejtezőt játszhatunk. Tehát az utolsó fordulóig versenyben voltunk. Tehát az egy tételbíró mérkőzés volt, igaz, hogy egy nagyobb kudarc után, és hát az a néhány nap azért elég komoly munkával telt, leginkább a fejekben lévő rendbetétel kapcsán. És amikor ott volt, és szólt a himnusz, ha nem is egy telt háznál, de ott a himnusz alatt, hát meg vannak azok a mai napig is a laptopomon a háttérkép az a kép, amikor ott állok a kispad előtt, a himnuszt hallgatva. Ez egy csodálatos dolog, mint ahogy ugyanígy ezt annó akkoriban játékosként is. Talán nem is tudom ezt úgy átadni szerintem. Még akkor is, ha viszonylag kevesebb néző volt ezen az Andorra mérkőzésen, de azok énekelték a himnuszt, és tudtam, hogy a meccsen vagyok ezért a csapatért a felelős. Így most felidézve talán soha vissza nem térő, de is egy felemelő érzés volt, és nagyon büszke is vagyok rá. Egyébként abból a keretből, akit akkor jelöltél a keretbe, 3-an, Szalai Ádám, Lovrencsics Gergő, illetve Nemanja Nikolic volt most ott a csapatban az izlandiak ellen. Ilyenkor talán egy picit jobban dobban az ember szíve, amikor látod ezeket a játékosokat? Természetesen, mert azért ezekkel a játékosokkal mi azért együtt dolgoztunk. Jártuk Európát Szalai Ádám után 11 óta, Mainztól kezdve a Hoffenheimig voltunk több helyen megnézni őt és tartani a kapcsolatot vele. A Nikolic, jól emlékszem, ugye játszott 9 percet végig, azt hiszem, hogy ezt tegnap Hajdú B. Pist István megvitte, hogy ha jól tudom, egyedül játszott egy a mérkőzésen a Szalai Ádámmal együtt játszottak itt. És az egy picit, tehát hogy mondjam, valóban ilyenkor visszajönnek azok az évek, mintha most lett volna, de hát ennek már 7 éve, tehát nagyon gyorsan telnek az évek és a hónapok és az évek.
De valóban tényleg egy nagyon nagy élmény volt, mint utólag visszagondolva nyertünk, még akkor is élmény volt, hogy ezzel sajnos nem jutottunk ki, pont nem jutottunk el a pótselejtezőre, harmadikok lettünk, megelőztünk egy, például egy török válogatottat is akkoriban, az egy Arda Turannal teli tűzdel, tehát egy nagyon komoly török válogatott volt, és hát én úgy érzem, hogy teljesen jó eredményt ért a csapat akkor is, mondom az utolsó fordulóban is, még verseny voltunk a második helyért. Igen, és nagyon szurkoltam a fiúknak, mert nyilván ezek a fiúk azóta már sok mindent, nagyon sok mérkőzést játszottak, sőt, Európa-bajnokságra is kijutottak, ugye 4 évvel ezelőtt, és hát valóban hiányoltam köztük azért még egy-két fiút, aki szerintem még most is lehetne, de hát tekintettel arra, hogy azért sok új fiatal srác játszott, játékos játszott, bocsánat a srác kifejezését, itt a elmúlt mérkőzéseken, azért bizakodásra ad okot ez is. Hát és hogyha előre nézünk, azért egy brutál csoportot sikerült megkapni, kiharcolni, egy német, francia, portugál trió mellé bekerültünk negyedik csapatként, hát lehet viccesen mondani, hogy óriási lesz a harca mögöttünk a továbbító helyekért, de a realitás az nagyon nem ezt mutatja. Ettől függetlenül óriási élmény lehet. Hát mit vársz egy ilyen csoporttól? Azt, hogy megmutassuk önmagunkat. Megmutassuk azt, hogy ez a csapat, itt például itt volt ez a szerb mérkőzés tegnap este, nem ön azt éreztem, hogy minőség a mi magunkra lehet. Tehát egy picit tűnőséget láttam futballban, játékszituációk megoldásában, 2-1-ek, 3-1-ekben, kombinációkban, pedig azért ez a szerb csapat sem akárkiből áll, és hogy ezt meg tudjuk mutatni. Természetesen a realitáson talaján maradva azért ebben a csoportban a további utás az óriási nagy eredmény lenne még hazai pályán, ugye hát azért ne felejtsük el, hogy az Európa bajnok, a regnáló, nem is tudom, tehát a portugálok, tehát ők ugye az Európa bajnokok, tehát nagyon, igen, bocsánat, tehát tényleg egy olyan csoportba kerültünk, ahol lehet a esélytelen nyugalmával, a nagyobb elvárások nélkül megmutatni, igazi futball ünnepé varázsolni ezt a annak a remélhetőleg teltházas mérkőzésnek, még ahányan majd esetleg a televízióban nézik majd ezt a mérkőzést. Nem várom azt, hogy itt majd mi esetleg tovább jutunk, bár cáfoljanak rám a fiúk, de hát láthatóan azért 4 évvel ezelőtt is sikerült portugálokkal. Tehát mindent bele, hajrá, maga ez egy hatalmas élmény szerintem, hogy Budapesten magyar válogatott ilyen csapatok ellen fog például Európa bajnoki döntőben mérkőzni. És hát nem véletlenül írjuk mi ki feliratba, hogy a siker útján a magyar labdarúgás, mert az utóbbi időben azért hál' Istennek tényleg volt részünk sikerekben, mint válogatott, mint pedig klubszinten, Európa Liga csoportkör, és hát most a Ferencvárosnak a Bajnokok Ligája csoportköre. Úgyhogy lehet azt is mondani, hogy klubszinten is egy kicsit elindultunk fölfelé? Néhány hónappal ezelőtt én azt, vagy egy hónappal talán az izland mérkőzés, tehát a bulgár mérkőzés után azt nyilatkoztam egy újságban a Magyar Nemzetben, hogy minden arra, hogy futball hangulat alakuljon ki Magyarország egyedül, nem sajnos most ebben a pillanatban a nézők hiányoznak ebből, ami tulajdonképpen az egyik sava borsa a történetnek. De valóban az eredmények és az, hogy a Ferencváros bejutott a Bajnokok Ligájába, és látható, milyen csapatokkal játszik, tehát a Juventusszal, a Barcelonával ezelőtt, ez azért őszintén valljuk be, egy néhány évvel ezelőtt az azért elképzelhetetlen volt. Az Európa Liga körbe bejutottak, a Videóton is, a Ferencváros is, de azért azok a csapatok nem ezek a csapatok voltak. Tehát ez mindenképpen egy más hangulatot varázsolat, egy más, máshogy világíthatja meg a futballt
egy szemleges nézőnek is, nem csak egy fradi szurkolónak. A váltott pedig hát ezt megfejelte, én azt gondolom, és itt tényleg itt az elmúlt félben tapasztalt javulás a játékban is, tehát azt azért látni kell, hogy mind a Ferencváros nemzetközi játékában is lehet, tehát már nem, jó, hogy most a Juventus mérkőzés nem úgy sikerül, de úgy összességében azért látni olyan jeleket, akár emlékezünk vissza a Barcelona elleni első 20-20 perces játékra, hogy nem egy teljesen alárendelt csapat voltunk. Hát tulajdonképpen ezt várom majd a válogatott is jövőre, mert egyértelműen érezhető azért előrelépés, és azért szurkolunk, hogy a jövőben még sikerüljön még egyet lépnünk, ezt még megfejelhette volna talán a videóton egy Európa Ligás csoportkörrel, ami ez valljuk őszintén nem volt túl messze, az már tényleg nagyon-nagyon sok hab lett volna a tortán. Van még egy kis időnk a műsorból, és azt a végét pedig egy kicsit a hazai berkeken belül töltsük el. A Szolnoki MÁV FC legutóbbi mérkőzése után is boldogok lehettünk, és hát hasonlított egy picit a válogatott Izland elleni meccsére. Ott Szoboszlai Dominik, itt pedig Novák Csanád döntött. Ugye tovább jutott a Szolnok a Magyar Kupában, és hát Novák se rúgott kisebb gólt, mint Szoboszlai tette. Hát eddig jól alakult azért ez a fél szezon. Igen, köszönöm, hogy ez szóba jött, mert én azt gondolom, hogy erőn felül teljesítünk, én azt hiszem. Nem azért, mert nem bízunk magunkban, hanem a realitást nézve azért ez extra. De ennek azért már volt előhírnöke a tavaszunk, ahol ugye azon a megrendezett 6 mérkőzésen nem kaptunk ki. De azóta, bár kevesebben vagyunk, tehát szűkebb keretünk, de azóta én úgy érzem, hogy van is előre, mert most már azért például itt volt ez a Gyirmoti mérkőzés, ahol egyértelműen majdnem ugyanazt tudom elmondani, mint az előbb a válogatottnál, hogy a minőség az a javunkra szólt, és azért ez nem akármilyen dolog egy ilyen Gyirmót ellen, és valóban, ahogy mondod, ezelőtt 3 hete, nem, amikor a válogatott itt, jól emlékszem, Szerbiába nyert, és utána Oroszországba x-elt, akkor én a srácoknak az öltözőbe egy nagyon érdekes párhuzamot vetítettem, pontosan ezt. Tehát a válogatottat és a Szolnoki MÁV-ot, nyilván a maga helyén kezelve mindkettőt, senki nem gondolta azt erről a magyar labdarúgó válogatottra, amikor a Magyar Nemzetek Ligájának, a Nemzetek Ligájának a megtörtént, kell azokkal is a török szerepelni, hogy egy a liga előtt második utána lévő eredményeket, és Szolnokról sem gondolta senki szerintem, futballberkekben belül, aki ismeri a lehetőségeinket, hogy ez a Szolnok mondjuk 8. lesz 16 forduló után, és közelebb lesz a feljutó ehhez, mint a kiesőhöz. De erre egy nagy büszke, és azért köszönöm azt a munkát szinte a dolgozók mindenkinek, közvetlen kollégáimnak, és elsősorban a játékosoknak, mert nagyon sokat dolgozunk a hétköznapokon, és azért is örülök, hogy ez most így történik, mert látják a játékosok, hogy annak a befektetett munkának azért van eredménye. Tudom, hogy ez a mágikus 92. perc, ez nem tartható fenn sokáig, de az, hogy 4-5-6-7 mérkőzésünket az utolsó 8-10 percben nyerjük meg, ez azért mutat valamit, mind a mentális erőről, mind a kondicionális dolgokról, és hát bízunk benne, hogy ez a sorozat nem meg. Természetesen az elmúlt időszakot is figyelembe véve, én ugyanazokat tudom mondani, tehát még egy picit párhuzamot, nagyon remélem azt, hogy a válogatott is nagyon klasszul fog szerepelni jövőre, meg hát természetesen a mi kis Szolnoki MÁV csapatunk is, még hogyha viszonylag szűken vagyunk, kevés játékossal, de annál alázatosabban és annál lelkesebben megyünk ki minden mérkőzésre, és hát taktikailag is rendben vagyunk. Hát nálunknál magasabban jegyzett csapatokkal tudunk most már rendszeresen pariba lenni, és az utolsó pillanatban még talán meglepni őket.
Igen, és hogyha nálunknál nagyobb a jegyzett csapatokról beszélünk, azért a saját osztályunkban is vannak olyan csapatok, akik ellen bárkinek élmény lehet pályára lépni, például majd, hogyha a Debrecen látogat ide Szolnokra, akkor gondolom a lelátó is megtelik, ha más miatt nem, akkor talán Dzsudzsák Balázs miatt, de a Vasas is hasonló kategória, és hát ha Magyar Kupát meg ugye majd folytatjuk, ott meg az első osztályú Újpest vár majd ránk. Tehát azért itt is vannak bőven motivációk, meg bőven vannak jó ellenfelek. Szóval örülök, hogy ezt felosztad ismét, mert amikor elindult a szezon, én azt mondtam, hogy egy különleges másodosztályú bajnokságra van kilátás. 9 megyejúgó város, plusz a Vasas, gondoljunk bele, Debrecen, Nyíregyháza, Békés Csaba, Szeged, Kaposvár, Pécs, Szombathely, Győr, Szolnok, tehát, és még hány olyan van, amelyiknek nincs, nem is Kecskemétre gondolok, Veszprém, mert akik örülnének, hogy MB2-es csapatuk legyen, és mellette a Vasas. Tehát valóban egy olyan bajnokság kellős közepén vagyunk, ami egy hihetetlen nagy érdeklődés is tartalunk egyébként. Hál' Istennek a mi lelátunk is egy nézőt van, sajnos ugye most ez a vírus közbeszólt, de bízunk abban, hogy a tavasz folyamán ez azért fog javulni. És azt azért ne felejtsük el, hogy a mi klubstratégiánk az továbbra is az, és idáig is ez volt, hogy a mi kis saját nevelésű Szolnokhoz kötődő fiataljainknak utóbb nagyobb lehetőséget biztosítanunk. 10-11 saját nevelésű gyerek van a keretben, bocsánat, nem gyerek, játékos van a felnőtt csapat keretében, ahol ugye egyre többen játszanak, most például már rendszeresen játszik a Kurdics Levente, aki 2002-es születésű Szolnok saját nevelésünk, és azért nekünk nem akadémiai hátunk van, hogy csak puff, leakasztunk egy akadémistát, utánpótlás válogatott fiút. Tehát ez is büszkeséggel tölt el, nagyon komoly sportemberek vesznek körül, úgy érzem a felnőtt csapatot, aki segíti ezeknek a fiataloknak a csapatba építését. És hát igen, jön egy Újpest a kupába, akire már most készülünk. Én jobban ülök, mint hogyha bármilyen MB2-es vagy még alacsonyabb osztályú csapattal kellett volna játszanunk. Mert az Újpest az Újpest, független attól, hogy most jelen pillanatban ők hogy állnak. Hát, hogyha jövő héten játszanánk, akkor még azt mondom, hogy esélyesek is lennénk, ugye tudjuk, hogy náluk ott a koronavírus sajnos eléggé komolyan beleszól az életük. Minden csapat bele, még talán a miénkbe is, nem válni. A meccset már, az a jövőre lesz, de az is egy nagyon komoly megmérettetés lesz, meg tudjuk majd mi is mutatni magunkat, úgy, ahogy azt az előbb mondtam a válogatottról, hogy én azt várom, hogy mutassák meg majd a EB-n magukat, hogy mi magyarok mire vagyunk képesek, pozitív értelem, ezt várom majd a mi kis MÁV csapatunktól is, majd az Újpesten például. Bízunk a legjobbakban. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk ebben a műsorban, és beszélgettettünk ezekről a dolgokról és ezekről a nagy eredményekről is. A műsorodunk sajnos lejárt, úgyhogy ezt itt most befejezzük. Én még egyszer köszönöm szépen, és sok sikert kívánok a folytatásban nektek. Nagyon szépen köszönöm, és a lehetőséget is örültem. Szép estét kívánok. Köszönöm szépen, viszont szervusz! A kedves nézőknek pedig a figyelmet köszönöm. Ne feledjék, hogy jövő héten hétfőn is találkozhatnak ezzel a műsorral ugyanebben az időpontban. Addig is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!